Hello, sziasztok! Én Stalin vagyok, és ez a Stardew Valley. Ugorjunk is bele a játékba. Az előző részben ugye még csak nagyon a kezdeteknél voltunk, valószínűleg ez a rész is még az ilyen megszokott kis kezdeti stádium lesz, szóval semmi extra nem kell számítani. Holnapi nap napos idő lesz, és... nem ez. Jó, semmi extra, nem ért igazából. Ugye ilyenkor lehet tanulni recepteket, de ahhoz külön ilyen csatorna mondhatni azt kell hozzá. Most éppenséggel nem volt, nézzük, hogy kéne esik esetleg, bár szerintem nem. Nem, tökéletes idő van. Öntözünk egyet, utána igazából el kell mennünk ezt learatni, vagy ezt szüretelni. Ezzel egy atya is egyben meg lett. Hát ez még kell egy kettő dolog, de szerintem azt kikapálom úgy, ahogy van. Nem azon fog múlni, de akkor már legalább egyszerre fejlődjön be a föld. Ne legyen az, hogy egy nap késéssel van valami meg. Vagy 100-as kaptunk, építsek ilyen tanyas épületet, illetve érjem már far szint egyet, valószínűleg az amúgy már megvan. Jó, itt a helyi Tesco-tól kaptam üzenetet végül is. És vegyünk ki egy kabát, illetve rakjuk be ide egy darab ilyet. Elvileg a küldetéshez, amit majd ugye a, hát mit tudom, ilyen szellemféléknek kell adni, az egy darabot kiár, max 5-öt, de hát le tudom gyártani gyorsan igazából is, így nem egy vészes dolog. Ezt meg eladjuk egyelőre. Nézzük, hogy mi az, amit meg ki kéne vinni innen, vagy hát kéne valamit csinálni. Szerintem, hogy ennyi. Mindjárt beugrunk a kis üzletbe. Azt mondom, hogy már ezt ugye kikapálom, mert azt mondom, nekem a tudva van. És utána ezt lehet, hogy nem is itt adom el, hanem egyből eladom az üzletbe. Nem kapok érte elvileg annyit, vagy hát én úgy tudom, hogy nem ugyanaz az összeg. Viszont egyből hozzájutok ugye a pénzösszeghez, és ezzel hát meg tudom vásárolni a szükséges alapanyagokat. Amúgy elnézést, hogy egy kicsit hallatszik a hangom, hogy kómás vagyok, mert minden nem régen keltem, konkrétan 20 perce kávé, úgyhogy kávén túl vagyok, azt ugye ennyi. És még záró van 9 óráig, addig lenézünk szerintem a tengerpartra. Bár lehet, hogy mégsem ma fogok elültetni semmit se, ugyanis kell a farm szint 1 ahhoz, hogy tudjunk ilyen trágyát készíteni. És ugye abból akkor jobb minőségű nyers növényeket tudunk majd kihozni. Viszont egyelőre ugye azt nem kapjuk meg, hanem csak majd így a nap végén. És ez jó lenne akkor mindenképpen a következő napra nyomni. Mert elvileg az első föld leszületelésével már megvan az első szint. Lehet, hogy ezt meg kéne várnom mindenképpen most. Na nézzük, mit tudnak kínálni, mennyiért. Egész sokat kapnék érte. 15-ösek ugye ezek a farmok. Magyarul 750 kéne ebből, hogyha ilyet akarnék ültetni. Azt hiszem cauliflower-t ültettem még, de most sem vagyok biztos. Minden esetre itt ezt eladjuk úgy, ahogy van. És 15 darab ilyenre lenne szüksége. Valamint, hogy a néhány lányjal, aki így értelmesebben néz ki ebbe a játékba, kicsit üzlete, vagy kicsit barátkozzunk, pár darab ilyen növényt is ültetünk, ilyen virágot. És valaki kijött itt az ajtónál. Ó, Abigail. Na, ő is például egy egész jó kis személy. Hozzáteszem kockacsáj benne. Szóval ilyen illik hozzám helyzet. És mennyibe kerül egy táska? 2000, ezt szerintem hónap vége felé már meg fogjuk venni mindenképpen, mert ugye bányászathoz nagyon fog kelleni. Többi dologhoz annyira nem feltétlenül, de bányászathoz mindenképp fog kelleni már korán. Bár mondjuk még a bányába sem mentünk le, de szerintem a hét vége felé már oda is egyszer le fogunk futni. És akkor viszont ezeket ma még nem ültetjük el, hanem majd csak a következő nap. Nem baj, attól függetlenül már beöntöztem. Elfér ez itt így, és akkor majd annyit várunk vele.
Addig ezeket viszont bedobáljuk ide. Ezt is, ezt eladjuk majd. Ezt ugye feltöltjük. És közben addig szerintem bányászunk, vagy ezt kicsit tisztítjuk itt a farmunkat. Erre nincs szükségem, ezt mindjárt eladjuk, és így ennyi nagyjából. Igazából a földek errefele nem nagyon fognak lejönni, jó eséllyel. Hanem, már úgy szerint indokolatlanul nagy földet is kaptunk a játékba, szóval egyszerűen nincs ekkorára szükség. Hanem igazából valami farmot akarok majd itt kialakítani, illetve a következő szezonnál itt az egész egy kicsit át is lesz alakítva, nem is itt lesznek a földek például, hanem tehát itt lesznek valami épületek, szóval az egész itt egy kicsit át lesz alakítva, majd még meglátjuk, hogy hogyan. Ó, és geót. Na, ez is egy jó dolog, úgy majd akkor ezt is ki tudjuk töretni a kovásra. Kipucoljuk ezt a részt főként, mert ugye itt lesznek még a fák, meg innen, és itt még lesz egy jó pár azért attól függetlenül. Illetve hát itt lesz egy ilyen kis állatoknak, hát és hát az állatok közül is csak a kutyának egy ilyen kis külön helye. Aztán most is kutyát választottam, de ebben most nem vagyok biztos. Azt nem tudom, mikor majd felajánlják azt, hogy legyen nekem ilyen is gomba kertem, akkor ugye az mellett nekem van egy másik lehetőségem. Azt hiszem fürdő talán vagy valami hasonlót ajánlnak, az miben segít elő? Hát az hogy nézhet ki, akkor megéri-e egyáltalán? Majd valószínűleg olyankor gyorsan le fogok tárcázni, ezt megnézem, bár ez még jó valódiban már körülbelül egy másfél hónap. Mire ezt a lehetőséget így megnyitják előttem. Játékkészítői. Ja, jut eszembe. Múltkor olvastam, hogy hamarosan érkezik már a játékba a multiplayer mód. Hogyha esetleg valakinek lesz kedve játszani velem, vagy valami, és így éppen látja, hogy fönn vagyok, vagy pedig így előre megbeszéljük, hogy mikor játszunk, akkor így lesz lehetőség. Túl sokat nem fog valószínűleg föl lenni, de azért én föl fogok lépni. Tudom, inventory full, ezt olvasom. Ezt a szart kidobjuk, mert úgy használjuk ki. És igazából itt még azért pucoljuk egy kicsit a dolgokat. Na viszont valószínűleg a fa mennyiség, ami ugye szükséges a hídnak a megépítéséhez, az már megvan. Szóval ezen a napon még oda mindenképp el fogok szaladni, mert hát igazából nagyon más nem tudok csinálni. Itt ezt a geódot is akkor ki fogom töretni. Én mondom vagyok, hogy induljunk is el, vigyük magunkat a kis horgászbotunkat, és akkor ezt kicsit horgászunk, hát talán valami kis érdekesebb halat. És hát akkor legalább ez is megvan. Lerakjuk a kaszát, csákányt, a fejszét. Ezt is majd később feltöltjük, bár nem ezt lehet fel tudjuk tölteni ugye a tengerpartra. Az lényegtelen a növényeknek, hogy sós vizet kapnak-e vagy sem. Akkor szenet ledobjuk, követ ledobjuk, fát. 300-at viszünk magunkkal, ez nálunk lehet. Ez a növény, ez kell, ugye 50 kell lesz a madárijesztőhöz. Ez kell, mert ugye ebből lesz a trágya, ez pedig majd még fog kelleni. Lehet, hogy még a nap végén elültetem ezt is. Sőt, ez sem eddig se tart, elültetünk 6-ot. Egy hely van közöttük, akkor ez ide. Azt nem tudom, ugyanolyanokat ültetek, de szerintem nem. De igazából teljesen lényegtelen. Na, itt jó lesz, még lesz itt, ugye háromféle fal van azt hiszem a játékban. Még itt is lesz még három, az meg a másik fal, vagy ilyen kétszer hármas sor. A másik fajtából is akkor ugye ezeket le lehet születelni is a játékba. Nem csak mint favágás szempontjából, hanem lehet majd ide is. Ilyen fagyontád végül is kinyerni belőlük. Hozzáteszem, akkor azt a fát nem szabad kivágni, de valószínűleg mindegyikből lesz kettő-kettő, és akkor négy darab fát az a négy darab fa az, amit folyamatosan ki is vágok. Elsőn beugrunk a kovácshoz. Hát lehet, nem fogunk odaérni amúgy, mert szóval 4-kor ez zár. És hát eléggé szűkös lesz itt az idő. Bár talán. Ja, odaérünk. Csak így ez a kurva szál az ilyenkor jössz be helyzet. Ezt kiütjük vele.
kicsit szűkösen állunk, hogy igazából majdnem, hogy fölös volt. Sőt, ilyen értékarányban nem is érte ez meg nekem. Illetve Clintet megismertük akkor. És egy darab kövér 25 aranyat kidobni, hát eléggé kikomand volt, őket már ismerjük, ugye. Azért nem hoztuk magunk a horgászot, ott leszarom, akkor most nem horgászunk, akkor csak megépítjük a hidat. Ismerjük a szemmájmást. Hát jó, igazából gyűjtögetéssel akkor is elveszünk, illetve össze kell szednünk ugye itt minden sok szarságot, úgyhogy helyünk sem nagyon lenne a horgászathoz valószínűleg. Bár azért örültem volna, hogyha tudunk egy kicsit, de mindegy. Amúgy ebből a gyűjtegetésből is elég komoly összegeket össze tudunk szedni. Főleg itt a tengerparton, szóval elég értékes dolgok vannak. És ezek átlagban nézve jó árban vannak, szóval egy helyet foglalnak, ahhoz képest teljesen jó. Jobban kijövünk, mint a fát adnánk el. Talán ha kapnánk érte egy-egy darabjáért. Még ha az gyorsabban is tudjuk termelni. Itt van még valami esetleg. Vagy egész kis hangulatos ez a kis virágeső, meg minden. Fújják ugye a leveleket, szóval jó, néz ki így az egész. Azt mondtam, farmomnál is volt ez, mert eszembe vettem észre viszont. Téged is megismerünk, hány embert ismerünk már így játékban? 19 per 28, szóval jól állunk, azt lehet mondani, téged már ismerünk, nem is érdekes így akkor. Személyed. És hány ember, vagy hány nap múlva? 2 nap múlva lesz a polgárosság születésnapja? Ja. Jó lenne vele, akkor minden gyorsabban valami kis, vagy neki valami kis ajándékot venni. Jó eséllyel sört fog kapni, 400-ba kerül, azt hiszem, szerintem meg tudjuk finanszírozni valahogyan. Még ha most egy kicsit szűkösen is állunk hozzá, de megoldjuk. Erre még lesz lehetőségem máskor is, szóval ezt az összeset most eladjuk. Ilyet gyakran szoktam találni, talán ha egyszer-kétszer nem ad be a tengerpart. Követ ide. És igazából amit... Basszuk le csak ide azért. Igazából mi az, ami fog kelleni nekem következő alkalomra. Magok mindenképpen. Ja, magok mindenképpen, azt így nagyjából ennyi. Azok meg itt vannak ugye. Ja. Ja, annyi. Következő alkalommal nekem ugye erre ezekre van szükségem, ugye? És igen, ezzel mondtam, meg kellett várni ezt a napot, mert ugye aznap még nem adja be, de a következő napra ugye ezt már nekem beadja. Így azért jobb minőségi dolgokat fog tudni összehozni, illetve ahogy láttam, fejlődött még a gyűjtögetési skillem. És elég sokat kaptunk ezekből, konkrétan simán kifizettem belőle a polgárságnak az ajándékát. Szóval így akkor a gyűjtögetés az már mindenki profitosabban fog kijönni. Szedjük ki ezt a kis trágyát. Ez a hangeffekt hozzá. Jó, hát ez igazából jó sokáig elég lesz, mostanság nem is fog szerintem kiürülni. Készletünk, úgyhogy teljesen jók vagyunk. Mennyire tűntek el a földek? Kicsit. Mindjárt elolvassuk az üzenetet is. Nem tudom, hogy most éppen ki küldhetett üzenetet igazából. Talán a varázsló? Az, aki így lehetséges lehet. Már lehet, hogy megvárja az első bányásznapunkat, nem vagyok benne biztos. Mondjuk néha bugolom úgy a varázsló, és gondol egyet, oké, én nem küldök üzenetet, és onnantól kezdve igazából nincsen ez az ajándékrendszer. Így a szellemeknek. Ez az a baj, hogy ugye eléggé sok mindentől elesünk így a játékba. Illetve hát egy plusz ilyen élvezeti faktort, meg ilyen izgalmat és részt, hogy gyűjtögetni kell, már csak ő nekik is, kivesz a játékból. De ez valószínűleg kijavították amúgy már. A virágok is azért jobb minőségűek lesznek, bár ez elvileg nem befolyásol semmit sem. Mivel ezt úgy eladjuk, hanem ezt ténylegesen csak így a lányoknak fogjuk kedvezés, vagy ilyen udvarlás céljából tartani. Ja, a táska, oké. Okay. Jött még egy.
Ja, Robin, oké. Okay. Hát végül is az, hogy Robin ugye az építés csaja a játékba. Itt ilyen ezermesterként funkcionáló kis személy. Furcsa módon én mondjuk meglepődtem rajta, hogy ez nem egy férfi lett. De örültem neki igazából. Bizony kell nekünk. Hát igazából minden. Mennyibe kerül egy madárjesztő? És hát mi kell hozzá? Fa, szén és gaz. Hát egyelőre a gaz az már bőven megvan. Fát kellene még hozzászerezni. Szerintem szén is van bőven. Ja, hát ja, fa az, ami kell. Tévébe azért nézzünk bele, mert ugye azt kimaradt, azt hiszem. Jó idő lesz holnap. Na még egy 43 szokott tincsökre, ugyanarra köszöntem. Ugyanazt írja. És mind el kell szaladnunk a kocsmába, ugye? Meg ki kell hoznunk egy fejszét, az általában nem árt. Fogvágásnál. Itt van. És kell 50 darab fa. Ez igazából egy nagy fának kivágása, plusz egy kicsit még bele kell vágnunk egy másikba is. Vagy pedig kiszedjük az ilyen kis elhullott faágakat, mert az is bőven elég hozzá valószínűleg. A következő szezonra viszont szeretném a fejszét azt már fejleszteni, ugye, mert ezeket csak úgy tudjuk széttütni, hogyha ezek már kicsit komolyabbak. Fog kelleni még egy nagy fa, és utána is még fog kelleni valamennyi jó eséllyel. Ó, oh, megvan. Oké, a madári eszközt amúgy mindenképp célszerű minél gyorsabban lerakni, mert a varjak egyszerűen kieszik a veteményes, és akkor vége az lesz, hogy mínuszban leszünk, ami hát nem a legjobb dolog. Rakjuk le mondjuk így ide. Ja, köszöntem. Plusz 100, igazából jól állunk ez ügyben is, mert ezeket már adjuk, mert ezekre nem hiszem, hogy mostanság szükségünk lesz, többi dolgot ledobjuk, és akkor szerintem elmegyünk egyet horgászni. Vagy bányászni. Bányászni nem, mert nincs hozzá elég erőnk, úgyhogy az egy kicsit többet igényel, de a horgászat az szerintem bőven belefér a dolgokba. Hozzuk a horgászbotot, illetve a kapát, mert az ugye bárhol kell, hát igazából. És menjünk le a tengerpartra, a jobbik részre, ugye amit megépítettünk, hidat. Ó, oh, oké. Okay. Megkaptam ezt a skippelést. Az a lényeg, hogy mostantól fogja elvileg felajánlani talán a varázsló, hogy akkor látogassuk meg, és akkor ő elmondja itt a dolgokat, és akkor jó eséllyel megkapjuk a lehetőséget arra, hogy akkor ugye kedvezzünk a szellemeknek, ezzel egy kicsit tudjuk fejleszteni a közösségi házunkat. Bár hogyha ugye meghív a varázsló, akkor mindenképp ez a lehetőség már adott. Az a baj, mondom, hogy nálam volt már többször is olyan, hogy egyszerre nem kaptam tőle üzenetet egyszer se, és így néztem, hogy most mi a franc van. Már a három szezonnal később van, és még mindig darab üzenet se jött, szóval oké. Okay. Egy helyet meg kell hagynunk amúgy mindenképp a sörnek. Ó, oh, azért mondom, csak van valahol valami. Így nem lesz nehéz egy helyet hagyni, mert van itt körülbelül 3-4 féle hal. Mondjuk adnak mindegyiknek ugye az alapszín, ezüstszín, aranyszín, úgy mondjuk jaj, elfér simán. Hogy betölt is van. De hát a kóla, ugye egy kis szemét. Azt sem tudom, egyedül azt hiszem Axel szereti. De ő neki meg úgysem viszünk semmit se, úgyhogy így járt. Plusz energia igazából, úgyhogy legalább elfogyasztjuk még, hogyha már egyszer itt a lehetőség, hogy kaptunk egyet. Amúgy ez is szemét kategóriában van sorolva, félig meddig, szóval, ja. Nemzetközi víztisztító szervezet, és hínárvadász egyesület. Ok, nem vagy te egy harcias, hal látom. Hering. Jó, mert ez azt hiszem fog kelleni, de ebben most nem vagyok teljesen biztos. Lehet, hogy az óceáni halak közül csak a nyáriak kellene. A kettő az biztos, hogy nyári, ami kell.
Az is meg akarom szerezni, mert konkrétan egyelőre még értékesebbek ezek a kis plusz ajándékok. Ja, mondhatni értékesen volt, kaptunk csalit meg szelet. Szén az ugye jó, mert egyelőre meg úgyse bányászunk, szóval nem árt, hogyha van valahonnan szén. Hát a csalit azt egyelőre ezzel horgazvóta nem tudjuk alkalmazni, hanem ahhoz kell majd vennünk egy értelmesebbet, de ráér egyelőre úgy, hogy jövő le. Elvileg ugye olyan, hogy gyorsabban tudjuk fogni a halakat, akkor valami segít így az ellenállásban, hogy igazából könnyebben ki tudjuk húzni az ilyen nehezebb halaknak. Az ilyeneket oké, kihúzom bármikor, de vannak halak, amik így úgy gondolják, hogy felugrik, leugrik, ez szavasz. Szerintem nem tud tartani a tempót velük. Még egyet kifogunk, ami úgy másik fajta, vagy másik kategória, és akkor utána megyünk, veszünk egy sört polgármester úrnak. Próbálok a lakossággal minél jobban ellenni, minél jobban szimpatizálni, mert megint hínára hagyjon meg. Jó, mert igazából ez is valcsuk energiát tud adni, szóval lehetőség itt van rá, hogy egész napot tácsológiak és igazából horgásszak. Hogyha éppen van elég helyem. Ó, aranyfogadat. Jó, majd megiszunk, hogyha betelik ez a hely, akkor megiszunk majd egy ilyen kólát, az kezd. Úgyse ér annyit, hogy eladjuk. Akkor majd inkább felhasználom az energiát, és lesz plusz két dobásom konkrétan. Vagy három, nem tudom, mennyit használ egy ilyen. De szerintem kettő. Illetve majd szerintem a tóba is, most, vagy a folyóba is megpróbálok majd egy kicsit horgászni. Ó, arany. Akkor viszont úgy használjuk fel a kólát, hogy vádozzuk, aztán lesz egy hely ahhoz, hogy megvegyük a sörét. Illetve szerintem akkor találunk is ott egy-kettő lakost, akivel ugye el tudunk haverkodni. Vili, már ismerjük, nem fontos számunkra jelenleg. Lehet, hogy később nyit csak a kocsma, nem, már kinyit. Jó, hát akkor egy sört rendel. Tőle tudunk esetleg valami olyan receptet venni, ami számomra jelenlegi álláspont szerint fontos. Nem. Holták, wow. Plusz kilt ad ugye a horgászatra, szóval jó dolog, de számomra egyelőre még nem annyira kell. Jody, illetve... téged, Caroline? Talán, ja. Titeket elvileg még nem ismertünk, ja. Akkor holnapi nap ugye a polgármester születésnapja. Amit lesz lehetőségem átszállod, hogy gyors, akkor így felköszöntöm, azt igazából ennyi. Egy heringet félre kell rakni, azt hiszem olyan halam még nem volt, szóval ezt a kisebb típust még félre dobjuk. Többiből pedig ugye kis profitot próbálok termelni. Ezt is bedobjuk, ezt is. Igazából csalit is bedobjuk, mert egyelőre nekem ez nem hasznos, és ebből rohadt sok szokott lenni amúgy is. Anshoning már van, illetve azt úgyis gyorsan lehet szerezni az ilyeneket, szóval nyugodtan bedobhatjuk. Itt megvan ki minden. Van valamennyi energiánk, úgyhogy még ezzel kicsit vágunk fát. Hogy akkor ténylegesen kihasználjuk az egész napot. Fa. Ez nem tudom miért itt van amúgy benne, úgyhogy inkább átdobom a másikba. Ezt is kidobjuk ide. Ezt is kivesszük, ezt is bedobjuk, ezt is kivesszük. Ennyi. Ez se ide. Szeretek rendet tartani valamennyire, legalábbis itt a játékban, való életben, amiről attól kupis vagyok. Nem tudom, ez mindenhol így vagyok vele, úgyhogy való életben kupis vagyok, a játékban pedig azért tényleg szeretem az ilyen rendszerezést. Már zsenik átlátják a káoszt, a játékban nem feltétlenül zseni a karakter, szóval. Na, igazából ezt a részt itt ki kéne pucolni, ebből nem sok nyersanyagom lesz ugye, mert erre csak ilyen egyet-egyet, és ugyanúgy energiát fog foglalni, de attól függetlenül kipucoljuk. Geódokat amúgy közben szedjük, ahogy látom, arra se egyet-kettőt, össze tudunk néha szedni ilyen kövekből, még ha nem is sokat. Illetve hát szén az egész szépen jön, nem szokott ennyire szépen jönni, úgyhogy valószínűleg több része nem sok lesz.
Jó, lassan igazából végzünk is, úgy vettem észre. Közösségi házban mondjuk lehet be kellett volna szaladnom, de most már így jártunk, én már nem fogok. 27 energia, ezt a kisebb törzset még ki fogjuk tudni vágni gond nélkül. Illetve még szerintem pár darab sziklát, aha, ezt a pár darab sziklát is meg tudjuk megoldani bőven, és még egy geód. Ja, így nagyjából ennyi. Nem is kell túlzást vesnünk inkább, és semmit nem kell letennünk, szóval ez így jó. Vagy eladnunk, úgyhogy ez így jó is. Mehet ki, ti meg jöhettek így ide. Vegyük fel az alapfelszerelésünket. Öntöző, ez a szar, egy sört kiveszünk magunkhoz, készhez ugye. Nagyjából így ennyi. És következő nap. Kíváncsi vagyok, horgászatból mennyit sikerült összeszedni. Hát, fogjuk rá, hogy használható. Igazából a gyűjtögetésből abból az egy-két növényből majd ugyanannyit szedtem össze. Nézzük meg a következő nap milyen lesz. Napos idő, teljesen jó. És milyen szokásnak az ajánlata? Hogy ma kell hozzá, akkor ilyen friss ginger az, tudom mi, csak nem teszem be magyarul. Gyömbér, azt hiszem, ha minden jól megy, vagy valami ilyesmi. De magyarul nem jut eszembe teljesen. És akkor gyorsan még el fogunk menni, vagy a polgármester fölköszöntjük, illetve egy kicsit lehet, hogy gyűjtögetünk be, lehet, hogy ezt a napot gyorsabban át fogom kicsit skippelni. Szóval nem feltétlenül fogunk kihasználni az egész napot. Vagy pedig, hogy gyűjtögetni nem is fogunk, egy kicsit inkább ismerkedünk a maradék falusival, ami hát nem annyira sok, igazából 7 darabot kéne megismerni. Lehet, le kéne szaladnunk a bányába, most azért megvan rá a lehetőségünk nagyjából. Így energia szempontjából, a minden más megcsináltunk ugye már. Szóval én azt mondom, hogy akkor menjünk. A kaszát azt magunkkal visszük. Nem is kaszát. De kaszát visszük magunkat, azt szoktam. Illetve a fejszét. Nem, fejszét azt nem visszük, szoros. A csákány. Kaszát azért viszem magamban, mert néha van a bányában is ilyen gazosabb rész, akkor azt azért könnyebb kipucolni vele ugye energia nélkül, mint hogy elhasználunk hozzá energiát. Ó, és találtam itt ilyen... Ancient Bell. Jó, ezt majd leadjuk a múzeumba. Minden szemetet átvesznek. Este felől beúrunk a kocsmába, beadjuk a sört. Így igazából kávót megvenni előre, de hát nem tudtam még, hogy mit fogunk csinálni konkrétan mai napon. Közben reménykedtem benne, hogy találunk vagy kapunk valami üzenetet, hogy menjünk el mondjuk varázslóhoz vagy valami, de... Hát ha nem adott, akkor nem adott. Így jártunk. Ott lenn is vannak ilyen giliszták. De azokat most hagyjuk jelenleg. Most már csak nyitva van a bánya, ezt elhozzuk. Yeah. Ja, már nyitva van a bánya. És itt is megismerünk egy plusz embert, vagyis hát még egyelőre nem ismerjük, mert csak odaad egy kardot egy vadidegen elvileg. Vagy megismertük? Megismertük, nem. Nem ismertük. 5-ös szintig kell elérni, ezt a mai részben szerintem össze is fogjuk tudni hozni. Annyit tudunk általában haladni. Nincs itt más érték? Nincs? Oké. Okay. Érdemes általában az értékesebb dolgokat is kibányászni, hogyha már megvan az alagút, akkor is. Na, hoppá, ilyen sokat sebzel. Tízet! Ja, mondjuk hátba támadott, mert szarú fordult be a karakterem. Második szinten azt hiszem a slime-okat kellett kiirtani régen is, mindig. És akkor kaptam meg ugye az alagutat, úgy már vannak ilyen rákszarok. Hiába üt több az életem. Bombát találtunk. Ezt el kéne hozni. Ja, edd meg. És életet tölt vissza. Ugye a bombába gyorsabban tudunk majd
alagutat robbantani magunknak itt. Hogyha esetleg sok szikla van egy helyen, akkor ezt meg is gyorsabban meg tudjuk így oldani. És meg is van a kis utunk. Ezt el kell hozni. Csak hogyan? Kidob. Kidob. Hát jó, ezt ne dobjuk ki, mert ezt így is úgyis fogunk találni egy rakatot. Adjak kettő, ezt elhozzuk viszont, mert a kopper az fog kelleni. Főleg, hogy itt a bánya után mindig kapunk egy küldetést, hogy kopperrel valamit kell csinálni. Ezt megesszük, hogyha már csak felajánlott a játék. Majd lehet, hogy egy sört is még el kell fogyasztanunk, maximum veszünk egy másikat pénzügyel, most megengedhetjük magunknak. De ott marad, mit bánom én. Azt dodzsoltuk, ugye, itt is van egy ilyen. Akkor nem tudunk most végig dodzsolni mindent. Mert a játék úgy döntött, hogy fuck. Szar fegyver, de a harcot mindig is utáltam ebbe a játékba. Bár nem is arra van kiélezve. Ó, azt le kell hozni, elhozzuk. Kibasszuk a kvarcot, mert... kibasszuk a sziklát. Kő az hiába a bányába kő lehet a legtöbbet találni, most azt nem fogunk elhozni egy darabot se, ugyanis ez ritkán adja be, és ez fog kelleni nekem a küldetéshez. A kvarc az meg jó eladáshoz igazából. Cherry bomb. Na, az mondjuk úgy jó dolog, hogyha már ennyi van. Viszont itt még egyelőre eléggé szarok a területek. Érdekel, most itt fogom hagyni az összeset. Maximum, hogyha nagyon kell, akkor elnyomom a sört aztán. Bár a szikla az nem annyira fontos egyelőre nekem a játékban, igazából elég kevés helyen szoktam felhasználni, csak szokott állni. Az építkezéshez majd fog kelleni egy nagyobb készlet, de hát most is nem ki fogom bírni azt, hogyha egyszer-kétszer nem hozok el mindent. Nem ennyi fog múlni úgyse az egész. Lehet, hogy el fogjuk hozni, mert annyi életet leszed ez a kis buzi, hogy igazából miért ne. Akkor el fogjuk nyomni. Majd valamit el kell adnunk akkor viszont. Ja, igen, úgy be vagyunk baszva konkrétan. Mondjuk kemény a csávunk, szóval nem nagyon érzi meg, csak annyi a sebesség egy kicsit rossz. Hát igen, nem kell rohanni, szédül gondolom a Chávez. Mert mintha néha félre ütne, vagy csak én vagyok balfasz. Igazából erre nagyobb az esély. Azt kérem, és menjük le akkor a következő szintre, ami... negyedik, ja még csak a negyedik. Akkor... bombázzunk. Meg is van. Nézzük körbe, hát azért találunk valami olyan dolgot, ami így értékesebb, ugye? Ja, vannak. Hát kő az mindenhol akad, de az számomra nem egy annyira hú, de fontos dolog. Igazából csak a koppert próbálom most így gyorsba összeszedni, ami még esetleg így van. Nagyon túl sok úgyse lesz igazából, de attól függetlenül valamennyit jó lenne összeszedni. Megvan az ötös szint, akkor menjünk is, ez volt ugye a küldetésünk. Amiért? Hát megkaptuk azt a küldetést, hogy menjünk le 40-ig. Oké, okay, kösz. Kvarcot azt majd valószínűleg eladjuk valahol igazából. Demetrius, téged ismerünk? Most már igen. Meg előtte is, oké. Okay.
Polgármesterrel lehet, hogy nem fogunk egyből összefutni, hanem előtte lepokolunk. Nem akarok semmit se úgy hú, de fontos vállalni egyelőre. Igazából szinte minden olyan, hogy kell. Valahol még majd. Mondjuk a slime-okat el lehetne adni igazából, de... Nem tudom, egyáltalán megveszik itt? Vagy pedig csak az időben tudom eladni. Hát semmit nem vesz meg, zsidó. Kijön neki a pénz nagyon, úgyhogy akkor elmegyünk, lepakolunk és utána jövünk vissza, így estére legalábbis többen lesznek itt. És pár emberre talán meg is megjön. Hello, helei. Már a húgadra panaszkodsz, oké. Okay. Na majd visszafele jövet azt a gazt, főszedjük aztán, hogyha éppen ő is ott lesz a kis kocsmába. Vagy ő aztán nem szokott bejárni oda. Mindenesetre ott lesz, akkor kicsit meglepjük vele. Ledobjuk, ledobjuk, majd ezt is egyszer ki kell nyitatnom, ennyit azért már érdemes. Ledobjuk, ledobjuk, ledobjuk. Ez jöhet ide. Ezt egyelőre ide. Ledob, 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 ledob. Ezt nem veszük fel. Ezt vesszük. Nem ezt vesszük fel, ezt vesszük fel. Ja, azt hiszem ennyi. Meg útközben ugye fölkapjuk azt a gazt, és... Hát akkor talán még Haleit is meg tudjuk lepni egy kicsit. Másom akkor beugrunk hozzá, személyesen. Azt nem tudom, hogy szereti ezt a virágot. Azt mondom, hogy pár virágot szeret. De azt nem tudom, hogy ezt a Dandelion-t is szereti. Ha nem, akkor rosszul indítunk, azt kell mondani. Mindenesetre egy szimpatikus személyről van szó, szóval egy próbát megér szerintem. Ez Jody. Ez nem tudom melyik Jody, bejövünk ide. Ez Jody. Akkor ez Haléjék háza. Ja, itt is van Halé. Na akkor talán kis ajándék mellé. Oppa. Na majd legközelebb. Majd tényleg, amit terveztek, azt fogok hozni. Hát van ilyen, nem mindenki örül mindennek, szóval... Erre azért nem lehet haragudni rá. És vegyük meg akkor a... sört. Amit ma másodszor veszek meg. Ki az, akit nem ismerünk még itt a faluba? Temet még nem ismerjük, bár... Hát ezzel nem vesztettünk sokat, maradjunk annyiba. Jó, Pam szeretne egyedül maradni, ezért nem ismerheti meg a karakterem. Nice. Jó, erre senki nincs, akkor igazából Alexet meg már ismerjük, őt már az elején szoktuk. Ki az, akit nem ismerünk egyáltalán meg így a játékba? Ezt a hülye gyereket, az apját. Téged nem ismerünk, na várj, csak az orvos nem ismerjük. Az emos csávót meg a varázslót. Téged hogy a fenében nem ismerünk? Ő amúgy... mi a neve? Halénak a húga. Vagy nővére, vagy nem tudom melyik az idősebb igazából a kettő közül. Tesó, ez a lényeg. Polgármesterhez pedig leugrunk. Gondolom akkor otthon van. Egyedül magányosan senki nem köszöntötte fel, vagy feleset ügyje. Minden esetre itt van az a lényeg. Na, ő már legalább örül. Sörnek ki nem örül. Na, minden esetre, akkor így ennyi volt ez a mai nap, nézzük meg a következő születésnap kié lesz, mikor lesz és hogyan. Illetve lesz előtte valami esemény, szerintem semmi extra nem lesz. Következően a kis Vincentnek lesz, őt nem igazán szoktam ajándékozni, szóval hagyjuk. Akkor lesz egy tojásfesztivál, utána pedig Halénak a születésnapja. Remélhetőleg addigra már ki fognak nőni a virágok, és akkor értelmes gazdunk tudni neki vinni. Illetve lehet, hogy még közben egyszer akkor adunk neki. Hát ha már egyszer rosszat sikerült adnom elsőnek, akkor hát ha egy másodikra eltalálom. Minden esetre, amondom vagyok, hogy nagyjából így ennyi volt ez a rész. Remélem tetszett a videó, ha igen, nyomjatok rá egy lájkot, és ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, de nem szeretnétek lemaradni a további részekről, akkor ezt tegyétek meg. És találkozunk legközelebb. Nézzük, hogy mennyit kerestünk, bár szerintem ma még nem is nagyon adtunk-e semmit sem.
Bányászkill egy kicsit fejlődött, most ha tudunk gyártani is olyan bombát, ami semmit nem ér. És jelen adtunk semmit sem. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!